Mióta nincsen lakhatásatok? 1998-tól. Tehát így tengek-lengek. Hol szán, hol hajléktalan szállom, hol kunyhóba. Tehát valahogy megpróbál az ember normálisan élni. Hol fölvesznek egy 6 hónapra, hol nem vesznek föl. De 98-tól folyamatosan talán egy évet dolgoztam. Ezt inkább ilyen alkalmi munkákból próbál az ember valamit összeszedni. Nem vesző fel a hajléktalant, de az önkormányzat nem ad szociális bérlakást addig, amíg nincs munkahelyed. Ha valakinek van egy biztos lakhatása, akkor eleve el tud menni dolgozni. Sokkal könnyebben fölveszi, mint hogyha én odamegyek, mint hajléktalan. Haller utca, rá van írva hajléktalan munkaközvetítő iroda. Ha van felvétel, van is felvétel, abban a pillanatban betelt a munkahely. Az, hogy én normális munkahelyre elmenjek, egy olyan papírral kész, vége.